Az irodalom különböző műfajait évek óta ünnepeljük hazánkban. Szeptember 21-e a Magyar Dráma napja, április 11-én József Attila születésnapján ünnepeljük a költészetet. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 2018-tól kezdődően februárban néhány napon át a szép prózára irányul a figyelem. A Magyar Írószövetség javaslatára végül február 18-át nevezték ki a Magyar Szépróza napjával, hiszen ezen a napon született Jókai Mór, az egyik legnagyobb írói életművet létrehozó szépíró. Így ettől az esztendőtől, 2018 februárjától minden esztendőben úgy tűnik, a jövőben is, február 18-a táján, nagyjából egy héten keresztül az írók, az irodalmárok, az olvasók, közönség, mindazok, akiknek fontos a magyar irodalom, a Magyar Szépróza napját, napjait is meg fogják ülni. Az Írók a könyvtárban sorozat hétfői estjén Forgács András író, dramaturg, műfordító találkozott az olvasókkal. A szerző nem ismeretlen Nyíregyházán, a kultúráért rajongók körében, hiszen dramaturgként, fordítóként gyakran közreműködik a Móricz Zsigmond Színház előadásainak létrehozásában. Forgács András szerint ma nagyon fontos, hogy nagyobb figyelmet kapjon az irodalomnak ezen területe. Nem olyan széles az olvasottsága, mint volt az én fiatal koromban. Tehát ha egy könyv elfogy 20-30 ezer példányban, az már fantasztikus eredmény. Akkor még 150 ezerben fogytak el a könyvek. A kicsit ketté tört az irodalom és a nem irodalom világa, de ez azért is van, mert az internet és a képi gondolkodásmód és ezek a játékok, ezek kicsit átvették az érdeklődést, tehát jobban érdekli az embereket. Ettől függetlenül a magyar irodalomban ennyi tehetséges, izgalmas író, nem is tudom, hogy mikor volt utoljára. Ez nem akadályozza meg, hogy az ember kifejezze magát, és hál' Isten a kiadókat sem akadályozza meg abban, hogy minden évben sok könyvet jelentessenek meg. A találkozón Karádi Zsolt beszélgetett a szerzővel Élő kötet nem maradt című regényéről. A 2015-ben megjelent mű témája az ügynök kérdés. Forgács András a 2014-ben előkerült akták alapján szülei valós történetét írta meg, akik pápai és pápai nénéven 3/1-es ügynökök voltak. A regény sikerét mutatja, hogy a hazai megjelenés után 16 nyelvre fordították, illetve fordítják le, legutóbb Olaszországban volt nagy visszhangja. A mű március végén újra megjelenik itthon is, ezúttal bővített kiadásban.